Sziasztok! Üdvözöllek benneteket! Március 19-e van, odakint tombol a vírus, bár csodálatos tavaszi idő van. Én nem is tudom, van majd közel 20 fok, úgyhogy tragédia, ami történik a világban. És úgy döntöttem, hogy vlogolgatok egy kicsit, hogy én mit csinálok itthon, mivel foglalom el magam, miket eszek, miket főzök. És most épp az ebédemet eszem, tegnap egy Instagram live-on főztünk egy rizstejszínes, fodroskeles csirke mellett zapehes tésztával, ami így néz ki, tökéletes, lassú felszívódású szénhidrát forrás, ráadásul nem túl sok szénhidráttal, ugye most kicsit inaktívabb napok következnek, úgyhogy oda kell figyelni az energiabevitelre. Rizstejszín, csirkemell, méz, mustár, só, bors, fodroskel, hozzá egy kis savanyú. És ami miatt mondom, hogy oda kell figyelni az energiabevitelre, mert persze a legfontosabb az egészség, meg az, hogy mindenki épségben átvészélje ezt az időszakot, viszont azért egyszer vége lesz ennek, és akkor az emberek szerintem mindenki, tehát igyekszünk azért kihozni a legtöbbet ebből a helyzetből, ahol nem nagyon mehetünk sehova, és én eszek továbbra is, tehát nem száműzöm a szénhidrátot, vagy ilyesmit, csak a napi energia bevitelemet, tehát amit eszek, azt megpróbálom az aktivitásomhoz is igazítani, mert nyilván ugye én elég sokat mászkálok, tehát a napi 15 000 lépés mindig megvan. Most, hogy itthon vagyok, hát a 700 sincsen meg talán, úgyhogy én így készülök a karanténra. Itt is vagyok a... Itt szokott lenni egyrészt a ruhaszárító, illetve amikor már nincs fűtési szezon, ide szoktam berakni nagy növényt, hogy több fény érje, illetve itt szoktam tárolni az itthoni edzős felszereléseimet, amikre most nyilvánvaló okok miatt nagyobb szükség van, mint valaha, és nem feltétlenül arról van szó, hogy pánikban lennék, hogy bezártak a termek, úristen, össze fogunk esni, ugye én amúgy sem vagyok túl nagy, meg igazából nekem a sport, ami miatt fontos, hogy erős és egészséges legyen a testem, a szervezetem, így támogassam a belső működésem, illetve nyilván nagyon jó stresszlevezető, energiaszint növelő, hogyha jó az edzésprogram, tehát nincsen túltolva az edzés. Viszont, hát azért annyi mindenem nem volt itthon, hogy akár hosszabb időre is be tudjak rendezkedni itthoni edzésre. Úgyhogy próbáltam én is rendelni neten súlyzókat, de képzeljétek már tegnap március 18-án fúra ki volt fosztva minden online áruház is, tehát eltűntek az, hogy a raktáron, hanem azt írták, hogy két hetes szállítás, ami nyilván azt jelenti, hogy nincs raktáron, és hát én nagyon bízom benne, optimista vagyok, hogy ez nem fog azért túl sokáig tartani. Nyilván a realista nem tudja, de tudja, hogy azért ez több ideig fog tartani, mint két hét, több időre kell berendezkednünk sajnos. Viszont én optimista vagyok, úgyhogy szerettem volna rendelni, mert itthon volt ez a kis 2,5 kilós som, ami 1 kilós som, ami tök jó így átmozgatni, meg ilyesmi, viszont azért kell a nagyobb terhelés, úgyhogy, és nem találtam a netes online áruházában, vagyis rosszul mondom, mert találtam. Viszont képzeljétek el, amit rendeltem, 2 5 kilós kézisúlyzó, illetve 2 3 kilós bokasúly, ott állnak a szlovák határon, mert nem engedik be a kamionokat, vagyis hát akadozik az áruforgalom. Mert van nekem már bokasúlyom, ez 2,5 kilós, ezt a teremben szoktam használni a vendégeimen, illetve elhoztam a teremből az összes szalagomat, elhoztam az ugráló kötelemet, a kettlebellek itthon voltak, ezeket még körülbelül egy éve vettem az Aldi-ban, Lidli-ben, egy 14 kilós, 10 kilós és 2-4 kilós, úgyhogy tegnap amúgy is kellett mennem a városba, és az Arena Plaza, amely még bementem a Sportdirectbe, és viszont mivel, hogy itt foglalatoskodom, hát én nem értem, amikor így ráragasztanak dolgokat, mindig utálom, amikor rá vannak ragasztva felületekre olyan ragasztóval címkék, amit egyszerűen nem lehet eltávolítani. Úgyhogy most ebben foglalatoskodom egy jó 8 percet, most megnéztem a mai sajtótájékoztató végét, és közben próbálom, amit körömlak levosóval leszedni, és én azzal szedetném le, aki ezt így ráteszi, és már is megvan a mai első áldozat.
Hát igen, és tudjátok, hogy most nincsen körmös se. Igen, már is beleszakadt a körmöm a kapargálásba. Úgyhogy szerencsém van, mert én még múlt héten volt időpontom a fodrászhoz, úgyhogy be van festve a hajam, de én is úgy fogok kinézni, valamint, hogy tudom, ez most a legkisebb problémája mindenkinek, hogy fodrász, körmös, stb., de egy idő után azért a komfortérzetet jelentősen fogja befolyásolni ez. Úgyhogy itt fogunk ülni, lenőtt hajjal, lenőtt, beszakadt, betört körmökkel, de remélem legalább pozitívan, meg felkészülve arra, hogy itthon is lehessen mozogni. Már küzdöttem vele, de készen van. És amit még tegnap rendeltem, és ma meg is érkezett, az egy steppad. Méghozzá azért, mert én nagyon szeretek steppadon dolgozni, szerintem sokkal jobban variálhatóak az itthoni edzések is akár, és tök jó ára jutottam hozzá, 5000 valahány 100 forint volt akciósan, most eszembe nem jut a weboldal, ahonnan lehetett, úgyhogy egy ilyen is érkezett az itthoni edző repertoárba. Na nézzük, elvileg ez egy állítható magasságú, tehát kétszintes. Hogy itt vannak ezek a magasságot emelő lábak, amik szerintem így van. Így bepattinthatóak. Szuper! Juhú! Már másnap, március 20 péntek van, és tegnap Instagramon megszavaztattam, hogy milyen babból készüljön a jókai bableves, a tarka babra szavaztak a legtöbben, úgyhogy be van már áztatva tegnap este óta a tarkabab. Illetve, amit még ma fogok csinálni, mármint egy ezen kívül én csináltam ugye mindenféle dolgaimat a gépen, illetve most én még kimegyek futni, szigorúan emberi kontaktmentesen, mert tökéletes idő van. 7 ágra süt a nap, lehet kim vagy 20 fok, de nekem a gépezéstől el vannak már fagyva az ujjaim itt a lakásban, úgyhogy kihasználom még, amíg jó idő van és ki lehet menni. Hétvégén jön a lehűlés, illetve amit még fogok csinálni, még reakciózva vettem itt a közeli bioboltban ilyen mikrozöldeket, amik ugye nem csírák, hanem mikrozöldek. Ezeket fogom elültetni később az egyik ilyen tálcával. Olyat vettem, amiben van podroskel, brokkoli és zöld borsómagok, és ebből pici növénykék fognak ezen a kókuszrost alapon kinőni, 2 héten belül aratható, és így lesz folyamatosan enzimdús, friss, vitamin, ásványanyagban gazdag zöldféle, akkor is, ha mondjuk ne adj Isten olyan borzalmas helyzet állna elő, hogy tényleg bármiből is készlethiány lenne, de tényleg ezekre a háborús helyzetekre én nem is tudom, hogy készüljön az ember, meg ez az egész közhangulat, ami van, valami rettenetes. Úgyhogy én ilyenekkel foglalom el most magam otthon, és gyorsan átöltözök, és már megyek is futni. Haza is értem futásból, nem is baj, hogy a bab egy kicsit tovább ázott, ugye most már több mint 20, vagyis hát nem egészen 24 óráig, 24 órája ázik, sokkal több ideig is lehetne neki, meg kellene is neki, ugyanis ugye ez egy nagyon jó növényi fehérje forrás, ezt szokták mondani, hát igen, ez a növényi fehérje tartalma, ugye ez a lektin, ez elég nehezen emészhető számunkra, főleg a gabonák, illetve hát a babban is jelenlévő fitins, a fitát miatt, mivel ugye ez a fitinse vagy fitát, ami van a babban, ez a foszfornak egy raktározott formája, és ezt igazából csak a fitáz nevű enzim tudja lebontani a szervezetben, ami viszont, és ezért kell jó sokáig áztatni a babféléket, lencseféléket fogyasztás előtt, mert így aktiválható ez a fitáz nevű enzim. Főzéssel nem, vagyis hát hőkezeléssel nem, úgyhogy az sem igaz, hogy minél tovább főzünk, annál kevésbé lesz puffasztó hatású, mert igazából ennek ez lenne a háttere, ez, hogy
hogy nagyon nehezen tudjuk ezt egyrészt a fitátokat, meg a lektineket emészteni, úgyhogy ezért kell a borsó lencseféléket, babféléket beáztatni jó sokáig, mert ez a bontó enzim, ami megkönnyíti számunkra ennek megemésztését, ez áztatással, erjesztéssel, fermentációval, vagy csíráztatással, ugye? Például csíráztatással, most nincs itthon csíra, de csíráztatással aktiválható, és minél tovább ázik, annál alacsonyabb lesz a fitinsav tartalma, ugye teljesen nem fog belőle eltűnni, de így könnyebben emészthető lesz. Most alapvetően én egész jól emésztem ezeket, de ugye legtöbben eléggé puffadunk tőle, meg felfújódunk. Hát ez azért van, mert nem tudjuk megfelelően emészteni, és ugye gyakran kérdezitek például ezt is, hogy ugye ez egy kiváló növényi forrás, például a növényi étkezésben. Annak, akinek egészséges a bélrendszer, és ezért nem szeretek nagyon beszélni igazából így a vegán étrendről, meg ilyenek, mert nagyon kevesen tudják jól csinálni, és nagyon kevesen alkalmasak arra, hogy valóban 100%-ig növényi étkezést folytassanak, mert azért az bonyolultabb annál. Amit, hogy nehéz úgy összerakni, hogy ne legyen tápanyaghiány, mert kell hozzá egy nagyon jó funkcionáló bélnyálkahártya, meg egy nagyon erős bélrendszer, nagyon jó emésztő enzimekkel, mert ugye ott a legtöbb szénhidrát és fehérje forrás, ami valóban igazán nagy tápértékkel bír, azok mind ilyenekből jönnek. Ez is lehet, hogy nagyon sok ilyen új videót látni, és hát volt most egy boom az elmúlt egy évben YouTube-on például, hogy rengeteg vegán állt le a teljes értékű növényi táplálkozásról, mert már olyan szintű emésztőrendszeri problémáik voltak, amit csak fokozott a növényi étkezés, ezért fordulhat elő ez az ellenmondás anomália, hogy persze a növényi étkezés borzalmasan egészséges, nem is ez ellen beszélek, hanem az emésztőrendszernek azért elég megterhelő, főleg ha van egy hozott, szerzett, örökölt, gyenge gyomor, vagy gyenge béltraktus, na mindegy. Úgyhogy ezért áztatjuk be lehetőleg jó sokáig, és hát ennek a tudományos magyarázatát viszont nem tudom, de állítólag, ami följön a tetejére, ezt le kell szedni. Úgyhogy ezt a körülbelül 10 darabot kinyomom, illetve elkezdem most a zöldségeket összevágni. Lehet indítok hozzá egy Instagram élőt, hogy beszélgessek veletek, vagy velük. Összevágom a húsit, ami egy... és három hete itt van a hűtőben, mert kb. Egy hónapja akarunk enni jókolyban, mert ez egy füstölt karaj darab. Én csak ilyen nagyon tiszta füstölt húsokat használok, mert ugye jókolyban levesbe kell. Én nem fogok használni hozzá olajos dinsztelő alapot, hanem fölteszem most főni a babot a babérlevéllel, a babérlevél megint kicsit segít ezt a kifasztó hatást mérsékelni. Hozzáadom a füstölt húsit, a zöldségeket, igen, és a végén tejföllel fogom, nem kellene, mert ugye maga a babfélékben lévő ez a fitinsav, ez rontja például a szénhidrátok és a fehérjéknek az emésztőenzim termelését is, ezért mondják, hogy sosem szabad a babféléket például fehérjével, majd egy ilyen tejtermékkel együtt fogyasztani, de hát én nagyon ritkán főzök ilyen igazi klasszikus ételeket, és ezt már elmondtam nagyon sokszor mostanában, hogy inkább heti egyszer megeszem a cukros süteményt, mint minden nap a menteset, meg a helyettesítőt. És ezért, amikor én klasszikus ételt főzök, mondjuk jókai bablevest, ott az ugye babból van, füstölt húsból van, még kolbászból van, abba kerül tejföl. Úgyhogy én itt úgy spórolok mondjuk az energiával, hogy a lehető legzsírszegényebb füstölt húst választom. Nem használok hozzá külön dinsztelő alapot, például kolbász sem teszek bele, és zsírszegény tejfölt. Persze nem mondom, hogy nem fogok egy kicsit fölpuffadni tőle, mert tejtermék is, meg babféle is, meg füstölt hús is, sertés, egyiket, tehát ezek így együtt azért próbálteszik az én baktériumaimat is, de szeretem, és most ez erről szól, tehát ilyenkor tudom, mi a következmény, és akkor így számolok, de például olyan trükköket szoktam, hogy ilyen nehezen emészhető ételek előtt almácitet szoktam inni, ezt nem most kezdtem el, ezt már nagyon régóta így csinálom, illetve több mint egy éve használom a
hol van? Szóval mióta elmondtak ugye egy jó ideje a puffadásos problémáim, ezt Instagramon többször mutogattam már, hogy milyen szépen most így néz ki. Úgyhogy ugye itthon vagyok már több napja, este is van, ilyenkor, mit tudom én, 2 évvel ezelőtt állandóan ilyen terhes hasam volt, és körülbelül 1 éve kezdtem el használni egy terméket, és ezt még soha nem mutattam nektek. Többen nem reklám, az összes vendégemnek szoktam ajánlani, és reggel este használom, és ez a Herba Fern cseppek. De most nem... Ez nagyon fontos, hogy nem csak ez tette rendbe a puffadásos problémáimat, ez meggyőződésem, hanem azt, hogy például az alvásomon nagyon sokat javítottam, teljesen nagyon megtámogattam az alvást, akár azt, hogy mikor megyek aludni, mennyit alszok, milyen minőségben, milyen mellékvesi támogató dolgokat építettem be az étrendembe, hogy alakítottam át az edzéseimet, hogy ne legyen kontraproduktív, úgyhogy több tényezős ez is, de például ez egy jó tipp lehet, úgyhogy ezt is érdemes kipróbálni, hogyha krónikus puffadással küzdötök, mert ott biztos, hogy a vastagbél baktériumával valami nincs rendben, tehát az bélflóra, az mindig bélflóra. És nem sokára jön hozzá a kedvesem is, úgyhogy ma péntek este van egy kis új-zélandi tohu, az egyik kedvenc fajtánk, Sauvignon Blanc. Jaj, már jó lesz. Itt közben rájöttem, itt kézzétek, mind a hármat meg akartam most csinálni, de rájöttem, hogy nem kell, mert valaki küldött nekem egy fotót Instán, innen is köszönöm, hogy így fog, hogy fog kinézni ez a dolog a készenhez, és rájöttem, hogy ez nem egyszerre kell elültetni, hanem ez 3 különböző, tehát ezeket a magukat, így mondjuk érdemes 3, és akkor nem 2 hétig van, hanem 2 hétig van friss, és akkor ez így tele lesz, mint tudjátok, a cica fű, vagy a fűfej, nekünk még gyerekkoromban nem tudom, lehet-e kapni, fűfej koma volt, egy ilyen babzsák, vagy ilyen maroknyi valami volt, mint egy krumpli fej, és akkor locsolni kellett, és fűmag volt benne nyilván, és kinőtt. Úgyhogy csak mondom, egész nap eldolgozgattam a gépen, úgyhogy, és utána elmentem futni, meg lezuhanyoztam, elmentem tejfölt venni, most este 6 óra van, és már megint nem ültettem el, de így néz ki, ez ilyen kokusz valami. Kokuszrost, tégla. Fél liter vízbe be kell áztatni, majd áthelyezem erre. Igen. Aha. A nagyobb magokhoz kell hagyni egy kis kókuszrostot. Na mindegy, ebbe kell. Tehát ez majd meg fogja szívni magát, és akkor ebbe ezt így beletöltjük. Na, majd mindegy. Na! Ez fog történni most. És nagyjából ennyi a nap. Sziasztok, mi újság? Hello! Épp készítem elő a zöldséget a jókai bableveshez, gondoltam, amíg összevágom a zöldségeket, addig dumcsikázhatunk. Megállt a fogyás minőségi tápanyagokkal napi 5 étkezésén, de már nem támogatom. Hát meg a stagnálás van, akkor bele kell nyúlni a rendszerbe, mert... Na, össze is vágtam mindent, kicsit dumálgattunk, úgyhogy most oda teszem a levest főni. Darling, you send me, I know you send me, darling, you send me, I know you send me, darling, you send me, darling, you send me, I know you do.
Jó reggelt! Vasárnap van, március 22, odakint borzalmas idő van. Megjött ez a hideg front, amiről szó volt, most 8 óra 18 van. Én keltem 4 óra 14 perckor. Már este 9-kor lefeküdtem aludni, úgyhogy most kimegyek futni, egy lélek nincs az utcán, és nem kell aggódni. A távolságtartás megvan, nem járkálok össze senkivel, és amúgy is megmondta a tiszti főorvos asszony, hogy a sport, mozdulás, sport tevékenység a friss levegőn jót tesz, ugye arra kell figyelni, hogy ne érintkezzünk másokkal, és ma amúgy sincs kint senki, és csak itt fogok a környéken, majd lehet elfutok a Városligetig, közben podcastet hallgatok, illetve ilyen online tananyagokat, hanganyagait, úgyhogy ezzel töltődök föl, mert már reméljük minél hamarabb, vagy reméljük minél később vezeti be azt, hogy nem lehet már egyáltalán kimenni, és nekem nagyon hiányzik ez a fajta mozgás. Ugye a futást azt így leépítettem amúgy az elmúlt időkben a napjaimból, viszont most ugye kiesik az a napi sét, a mennyiség is, amit akár egy sima átlagos napon művelek. Úgyhogy ahelyett, hogy itthon olvasgatnám a rémhíreket, meg a mindenféle idióta konteókat a neten, én inkább tanulással, olvasással foglalom el magam. Netflixen jelölgettem be néhány dokumentumfilmet, amit megnézek, én imádom ezeket a bűnügyi dokusorozatokat, úgyhogy abból ma lehet megnézek egyet, illetve van még a tegnapi bablevesből, viszont fogok ma sütni kacsa májat és Oldalas Tamásnak ebédre, ezt fogjuk enni salátával, ugye csökkentjük a szénhidrát bevitelt, vagyis ez az ebéd az bableves lesz, amiben van összetett szénhidrát, viszont a vacsora az már csak egy viszonylag zsírosabb hús, illetve nekem ugye májféle és zöldségek. Most lehet amúgy, hogy csinálok, mert van még itthon párod brokkoli, lehet, hogy ezt megcsinálom ilyen pürének, és amellé még saláta. Igen, ez lesz ma. 10 van, 10.423 lépés, igazából arra mentem, hogy a lépésszám meglegyen. Hát mondj, nincs is olyan hideg, kellemes, friss idő van. 1 óra 2 perc volt. Elfutottam egészen a Városligetig, onnan meg vissza. Itt ez a hősúszta környéke, úgyhogy tök jó volt, kellemes volt. És most egy picikét erősítek még felső testre. És megkocsolom kis mikrozöldeket. Éppen nagy tanulásokban vagyok, és nézzétek, milyen szépen kisütött a nap. Hát mindjárt kirángatom Tamást is még egy extra sétára. De előbb mosok. Mi is lenne az ebéd, mint a bableves. Tettem bele ecetet egy picit, illetve friss petrezselymet. Amúgy... Mi? Én például a kiskorom óta úgy eszem az összes bableves félét, hogy extra ecetet teszek bele. De valakik meg nem is ismerik ezt a módszert. Kíváncsi vagyok, ti ismeritek-e, illetve szoktátok-e úgy enni. Bepácolom most az oldalast. Ez egy ilyen oldalas fűszersós, ketchupos, időtakarékos szószféle, de fogom megforgatni az oldalasokat, beteszem sütőzacskóba, ennek fogom kisütni, és amikor szétbontom a sütőzacskót, hogy megpiruljon az oldalas, mellé teszem az én kacsamájámat is. Sert és húsnál, illetve marhánál, főleg a zsírosabbaknál én azt szoktam mondani, hogy nem kell ezeket teljesen kiiktatni az étrendből, hanem például egy ilyen időszakban, amikor az ember arra van kényszerülve, hogy otthon legyen, tehát nincsen annyi fizikai aktivitás, akkor egyértelműen az a legjobb módszer, hogyha csökkentjük az ilyen zsíros húsok mellé fogyasztott összetett szénhidrátokat, akár teljesen is, mert alapvetően nem ezekkel van a baj, amit hogy nincsen baj, ne értsétek félre, csak ha valaki szeretne odafigyelni az alakjára, akár esztétikai, akár pedig csak
egészségmegőrzési okokból, akkor ez a legjobb módszer. Mindamellett, hogy ugye ezek a sertéshúsok azért jelentősen tartalmaznak telített zsírokat, illetve a takarmányozásnak köszönhetően omega-6 zsírsavakat is, amiket, hogyha nagyon nagy arányban fogyasztunk, akkor gyulladásfokozóvá válnak a szervezetben, és hát jellemzően ez úgy nagyjából mindenkire jellemző, aki kivétel azok, akik mondjuk tényleg napi rendszerességgel lesznek hidegvízi bőrös halakat, például lazacot vagy pisztrángot, és mellé még képesek is alacsonyan tartani az omega-6 bevitelt, ami főleg magfélékből származik, tipikusan ilyen a napraforgóolaj, lecceolaj, az összes magféle, szezámmag, mandula, mogyoró, szotyi, minden, amit úgy szoktunk enni, hogy akár csak nasizni, mondjuk én nem vagyok ez a magvas típus, de ezek azok, amik magasul meg a hadtartalmúak. Na most ezt csinálhatnám gumikesztyűbe is, de most a videó kedvéért nem volt kedvem gumikesztyűt felvenni, úgyis majd itt van szappan, lemosom vele a kezem, és ennyi, ez nem közétkeztetési célra készül, úgyhogy nekünk ez így jó. Ennyi lett volna, és most ezt 150 fokra beteszem, és akár 3 órát is hagyom nagyon alacsony gázlángon sülögetni, bár színhús, szinte színhús az egész, ahogy láthattátok, úgyhogy remélem finom puha lesz. Juhu! Eltelt 2-3 óra, szétbontottam az acskót, tudom, hogy elég furcsán néz ki, de beletettem a máját, ennek nem kell sok idő, és most felteszem 180 fokra, lepirítom, és megsül az oldalasnak hazsírjában a máj is. Nyami! Tudom, nektek onnan a képernyő mögül nem túl bizalomgerjesztő, de itt van a kacsamáj. Nyami! Amúgy isteni illata van. Sziasztok! Másnap van, mutatok egy alternatív vacsorát. Ez egy mindenfélét tartalmaz a hűtő. Ez egy maradékmentő hűtős saláta. Volt még 2 magas hústartalmú pulyka, párizsi virsli, egy debreceni kolbász. Ebben pedig, kérlek szépen benneteket, van. Ebben volt még egy fél üvegnyi. Ez a Lidliből ilyen olívaolajban eltelt grillgomba, ez már ott volt a hűtőben jó ideje. Találtam egy kukorica konzervet, volt egy félbontott fetasajt, úgyhogy itt van zöld saláta, fetasajt, rettek, ez is a hűtőben volt, kétféle salátából citromlevet fogok rátenni, magamnak koriandert, illetve még paprikát, meg paradicsomot, és ez lesz az alap saláta, ennyi. Semmit nem dobunk ki, spórolás van. Voilà, egy csodaszép és kiadó saláta rajta Tamásnak, metélőhagymával, nekem egy óriási adag korianderrel és metélőhagymával, meg extra paradicsommal, paprikával. Tamás rosszul van a koriandertől. Amúgy innen van a metélőhagyma, ez még a Lidliből van ilyen 3 fűszer mix. A koriandert meg még piacon vettem régebben. Sziasztok, már kedd délelőtt van, túl vagyok a reggeli futáson, meg itthon tornáztam, fenék hangsúlyos gyakorlatokat végeztem, hogy mégis a rengeteg futás ne bontsa el azt a kevés farizom formát, amit sikerült magamra szedni az elmúlt egy évben. Úgyhogy most végre hajat mostam, illetve most kimegyek itt a közeli virágoshoz, szigorúan viszek maszkot, meg kesztyűbe megyek, persze, meg bankkártyába fogok fizetni, mert veszek barka ágat, minden évben veszek barka ágat a tavaszi húsvéti dekorációhoz, illetve megmutatnám, hogy mit sikerült beszereznem. A régi követőim tudják, főleg Instagramon már 2 évre folyamatosan azt nézik, hogy amint jó idő van, én mindig ezekben a kis fehér surranókban töltöm az időm nagy részét. Ez egy 6000 forintos kis basic Tom Taylor cipő, amit most a Deichmannból sikerült még jóval a pánik kirobbanás előtt megrendelni. És most felavatom, mert tök jó idő van, és még nem sikerült sehova menni, ugye múlt hétfő óta én nem nagyon voltam szinte sehol, kivétel a saját futásaim. Úgyhogy megsétáltatom a kis fehér cipőmet, mert most egy jó darabig nem nagyon fogom tudni sehova.
És ki is találtam, mi lesz a következő videó, illetve a következő hét témája, mégpedig az, hogy nekem ugye, főleg a régebbi videóimból láthatjátok, mindig van a mélyhűtőben étel, meg a kamerában is, úgyhogy nálunk ilyen nagy pánikvásárlás nem volt, hanem ezen a héten tudatosan megpróbálom úgy irányítani a napi étkezéseket, hogy semmit ne kelljen menni a boltból, meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni, mert nekem elég nagy kényelmi faktor, hogy itt van egy sarokra a Lidli, meg egy Penny is, úgyhogy igazából bármikor, bármilyen kiugorhatok, viszont jó is ez az időszak arra, hogy visszaszoktassam magam az a fajta kreativitáshoz, amit én nagyon élvezek, tehát hogy a meglévő alapanyagból készíteni valamit. Viszont ha már kell mondani, és miért jó egy picikét kimozdulni, végre használhatok parfümöt, mert ha mondani kell legalább egy jó pozitívumot erre az időszakban, ilyenkor legalább nem fogy annyira a parfüm, ugye az ember itthon annyira nem fújdogálja be magát, és viszont nem is jó, hogyha teljesen elhagyjuk magunkat, úgyhogy én ezért vagyok most is kifestve, mármint hogy nem azért, mintha ez számítana, csak nekem úgy mindig a jó közérzetem ez hozzátesz, hogyha úgy jól érzem magam, például azzal, hogy kisminkelem magam, nem pedig ezeket a napfoltos bőrhibákat nézem, ugye nekem mindig kijönnek ezek a napfoltok már egy picivel erősebb napsütésbe is, és már most ez a pár kinti futás megtette a hatását, úgyhogy most elmegyek, veszek barkát. Itt is vagyok, ide nézzetek, milyen szép két csomag, és erre ott vannak a tojások, meg az mindenféle tavaszi dekó, azt fogom ide áttenni. Így tehát nekem az első, hát közel egy hét, miután ugye abba hagytam a személyedzések tartását az edzőteremben. Az edzőterem amúgy még nyitva van, viszont én igyekeztem meghozni egy olyan felelős döntést, hogy egyrészt sem a vendégeim miatt, sem pedig az egyéb emberek miatt, akik a teremben járnak, illetve akikkel én kapcsolatba kerülhettem, majd én esetleg tovább adhatok bármilyen fertőzést. De egyszerűen társadalmi felelősségvállalás szempontjából én már nem járok terembe, stikában eljárhatnék most is edzegetni oda, senki nem tudná meg, értitek, de hiszem, hogy mindenkinek a saját mikrokörnyezetében ezt meg kell tenni azt, ami jelen helyzetben feltétlenül szükséges, és például itt azért nagyon fontos az is, hogy igyekezzünk megtartani az épelmünket, mert ez egy olyan helyzet, amiben mi még a mi életünkben nem találkoztunk, nem tudjuk, mi lesz, nem tudjuk, meddig fog ezt tartani, mindenki szorong, mindenkit szorít az, hogy akár elvesztette a munkáját, vagy miből lesz bevétele, mindenki egytől egyig a földön, legyen a szegény, gazdag, koldus, vagy milliárdos, mindenki megérzi most ezt valamilyen formában a bőrén. Én úgy gondolom, hogy mindenki a saját életében meg tudja tenni azokat a dolgokat, amikkel egyrészt tartja magát a társadalmi felelősségvállaláshoz is, illetve otthon is képes megőrizni az épelméjét, illetve higgadtságát. Nekem ehhez például az kell, hogy minden nap meglegyen a kis tornám, ugye én szerencsés vagyok, mert itthon magamnak azért le tudok vezényelni bármilyen intenzitású edzést, tehát úgy nagyjából bármilyet értitek. Illetve még a kinti sport nincsen megtiltva, ki lehet menni, csoportosan nem lehet kimenni, nem is járok egyáltalán közösségbe, de nekem ezek a mindennapi kinti futások most rendkívül sokat jelentenek abban, hogy mentálisan épp maradjak, és persze a célokat továbbra is ki kell tűzni, és igyekezni kell megtenni értük mindent, amit lehet. Ez most kurva nehéz mindenkinek, de tényleg. Úgyhogy mindannyian úgy mentünk neki januárban, hogy ez a mi évünk lesz. Megterveztük, de elkezdtünk dolgozni érte. Tényleg, én a magam példájából tudom mondani, hogy én tényleg úgy éreztem, hogy ez az év lesz az, amiért dolgoztam, úgymond idáig. És gyönyörűen indultak a dolgok, és most hirtelen megint minden fölborult, kezdve attól, hogy mi például egy nagyon-nagyon régi álmunk valósult volna meg idén. Tamás ugye 11 éve vagyunk együtt, és 10 éve nem voltunk külföldön. Most mentünk volna egészen pontosan 26 nap múlva New Yorkba 2 hétre, és ugye teljesen nyilvánvaló, hogy ebből már nem lesz semmi. Április 20-tól május 1-ig mentünk volna ki. Retteltesen készültünk rá, mármint hogy nagyon-nagyon vártuk ezt az élményt. Ez tényleg életünk utazása lett volna, de hát szelávi, ennél nagyobb problémám ne legyen az életben, és ennél rosszabbul ne jöjjek ki ilyen helyzetbe. Semmi nem fontosabb, mint hogy a családom egészséges legyen, és egészséges maradjon.
minden tagjával együtt, illetve az egyéb szeretném és barátaim is, úgyhogy csak említettem, hogy például ez egy, vagy egy másik, például a Szomszédlány projekt is olyan gyönyörűen indult, és megint mindenféle külső okok miatt egyrészt a videók csúsztak el, másrészt, és most tényleg nem rajtam múlt, higgyétek el, másrészt meg ugye az utolsó egy-két hetünket teljesen keresztbe tett ez a dolog. Hamarosan látni fogjátok, hogy Zsófi hogyan zárt, nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és köszönöm a megtisztelő jelentkezését. Folytatjuk a munkát amúgy onnan, ahonnan most abba hagytuk, tehát amint itt helyreállnak a dolgok, Isten tudja mikor, folytatjuk onnan az edzéseket, ahol abba hagytuk. És nehéz időszak ez mindenkinek, de hiszem, hogy további negatív gondolatokkal, negatív tartalmakkal csak még jobban el tudjuk mélyíteni a válságot, és tényleg bennem nincsenek ezek a hurrá optimista dolgok. Persze én is értem, és nagyon fontos, hogy a jó oldalát is lássuk a dolognak, hogy csomó olyan dolog, mindenre van időnk, amire idáig nem volt, akár a háztartásban, akár a tanulmányainkban, elmaradt olvasnivalóban, elmaradt megszerelni való dolgokban. Mindenkinek vannak otthon ilyen dolgai, vagy kicsit több időt tölthetünk a szeretteinkkel, de ugyanakkor tudom, hogy mindenkiben ott van mélyen, gyomorszinten ez a fajta feszültség és félelem, és ezt mindenkinek egyedül kell tudnia sajnos kezelni, mert nehéz időszak lesz ez, és ebben így egyénileg senki nem tud a másiknak segíteni. Mindössze abban, hogy nem tetézzük a bajt, nem tetézzük még a hangulatot felesleges hangulatkeltéssel, pánikkeltéssel, hanem például pozitív dolgok mutogatásával is, úgyhogy remélem sikerült kicsit kikapcsolnom benneteket, és folytatom ezt a videót ezzel a héttel, és megpróbálom most challenge-elni magam úgy, hogy csak és kizárólag az itthoni alapanyagokból fogok kaját termelni, ami amúgy most még annyira nagy kihívás nem lesz, mert ahogy így végig gondoltam, így gyakorlatilag majdnem minden van itthon, de például már a tervezett rakott ételes dologhoz már nincsen egy valami, hanem valahogy alternatíva más módon kell megoldanom, de megfogom, mert most ez így jó kis kihívás lesz nekem is. Úgyhogy ne testpedjetek, ne szorongjatok, egy csomó edző tart online edzéseket, mindent meg lehet most online tanulni, hogyha horgolni akarsz megtanulni, arra is vannak már online órák, meg tényleg minden, annyi mindent lehet, talán nem csak rémhíreket a neten, illetve ne olvasgassátok egész nap a mindenféle híroldalakat, higgyétek el, nagyon sokat tesztek a mentális egészségetekért, hanem próbáljuk meg legalább azt a jó oldalát nézni, hogy nem mindez télen kapott el bennünket, amikor igazán be lennénk zárva, és sötétben, és hidegben, hanem legalább van fény, úgyhogy én próbálom ezt a pozitív oldalát nézni, hogy most még tavasz van, és bízunk benne, hogy ez tényleg a nyár elejére lemegy, és a nyár már úgy, ahogy a miénk lehet. Ez a tavasz meg ezt hozta nekünk, ezt kell elfogadnunk, de nem volt még ilyen tapasztalata senkinek, most már ilyen is lesz. Jó egészséget mindannyiótoknak, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!